Nagyon korán próbáltam magam is térképeket rajzolni. Először még a szülőfalummal kapcsolatban rajzoltam térképeket, merre mennek az utcán, melyik a fontos épületek, azok hol találhatók. Mindenkinek érdemes kimennie külföldre, hogy világot lásson, és onnan többlettapasztalattal, kicsit átformálva saját magát, a szemléletét visszajöjjön, és akár egy új irányt tud venni onnantól. Két ember, mindketten a földrajz szerelmesei, de más területben látták meg a fantáziát. Kocsis Károly a geográfiában merült el, úgy vallja, ez a földtudományok fájának törzse. Egyetemi oktatóként is azt vallja, ez a tértudománya, a természet és a társadalom tudományok közötti híd. Szíve csücske a Kárpát-medence. Ez a hazánk, ahol a magyar nem turista, ahol otthon vagyunk, ahol minden felmenőnk itt született, a Székelyföldtől Pozsonyig, a Magas-Tátrától a Száváig, tehát ez a terület, amelyik az őshonos település területünk, és ez az, amelyre a nemzeti és honismerettel kapcsolatos kutatásunk, gondolkodásunk ki kell, hogy terjedjen. Csákberényi Nagy Gergelyt pedig a megújuló energiák érdekelték és érdeklik. Debrecen Egyetemen már 2003-ban is volt egy Erasmusos képzés, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ki lehet jutni külföldre. Én Finnországban voltam egy fél évet, ott már akkor is nagyon mentek a megújuló energiaforrások, most itt napenergia, szélenergia, bioenergia, és én ott szerettem bele abszolút mértékben a megújulókba. Cégének otthonát is úgy építette fel, hogy mondhatni, fordítva ült alulra. Egy fát sem vágtak ki. Az épület formáját igazították az itt lévő növényzethez. Hivatalosan arra törekedtek, hogy minél kisebb legyen az épület ökológiai lábnyoma. Ja, és egyébként szalmabálából áll a ház, körülbelül 1000-ből. Direkt csináltunk egy igazságablakot, mint egy másfél négyzetméter, de az épület maga az nem csak ebből a másfél négyzetméternyi szalmából áll, hanem 3 méter x 3 méteres blokkok vannak. Az épületet mintegy 36 darab vasbeton pillér tartja, és a pillérek között kizárólag szalmabálák vannak. Szalmabála építészettel én a Debreceni Egyetemen találkoztam először, és az egész ötlet az innen ered. A ma már akadémikus Kocsis Károly gyermekként lerajzolta saját szülőfaluja Jászladány térképét. Megrajzolta az utcákat, jelölte az épületeket. Ehhez egy véletlen találkozás hozta meg a kedvét. Érdekes térképekre bukkantam. Szép színes térképekre, és nem csak domborzati térképekre, hanem ilyen etnikai, nyelvi kérdések voltak azok, amelyek felbukkantak ezeken a régi poros Kogutovic-féle térképen a két világháború közötti időszakból, amelynek köszönhető egyébként nem csak a földre az iránt való vonzalmam, hanem hirtelen felfedeztem a tényleges hazánkat, ami nem a Magyarország maradék területét, hanem a tényleges hazánkat, a Kárpát-medencét, a történelmi ország területet. A megújuló energiaparkot úgy alakították ki, hogyha betértek, akkor meg tudjátok nézni például, hogy hogyan működnek a különböző napelemek. A megújuló energiaparkban létrehoztunk egy külső bemutató teret, ahol 6 féle különböző napelemes rendszert mutatunk be. A napelemes rendszerek legfőbb fajtái a monokristályos és polikristályos napelemek, amelyek megtalálhatók itt a kertben is. Magyarország az a hely, ahol gyakorlatilag mindegy, hogy milyen napelemtípust használunk, mert körülbelül egyformán termel az évben. Az intézeti területi kutatások című folyóirat volt az, amelyik az első tudományos publikációmat közölte. Akkor még debreceni diák voltam, még egyetemre jártam, 5 éves voltam, és a későbbi igazgatóm, atyamesterem Berény István, aki ide a fővárosba csábított, a végzés után ő az, aki a publikációt lehetővé tette. Vajdaságról szólt, a Délvidékről, Vajdaság elmúlt 100 évének egy ilyen áttekintése, az etnikai arcolat áttekintése, és a területi kutatások című folyóirat pedig itt van még valahol, a polcok egyikén. Azt hiszem, hogy ez lesz az, kicsit megkopott már. Ezek a kiadványok pedig azóta születtek Kocsis Károly kezei alatt. Hamarosan pedig Magyarország Nemzeti Atlasza lesz újra kiadva, neki köszönhetően 4 kötetben. A hatalmas és illusztrációkkal, térképekkel teli kiadványon többek között a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának munkatársaival dolgozott együtt. Tudjuk, hogy nagyméretű a papír atlaszokat azért nem fognak tömegesen használni. Ezek
inkább kor dokumentumok. Azért jelentetjük meg, mert ezek áramszünet idején is működnek, nem merülnek le, mint az elektronikus információforrások, és több száz év múlva ezek biztos megmaradnak. Tudjuk, hogy a tömegek nem feltétlenül ezeket a nagy könyveket fogják elolvás előtt olvasni, éppen ezért az elektronikus változata lesz kiemelkedő, tehát okostelefonnal is lehet majd böngészni. Csákberényi Nagy Gergely kezei közül, pontosabban fejéből pedig sok ötlet pattant ki. Két része van a vállalkozásnak, az egyik része az kivitelezéssel foglalkozik, a másik része pedig kutatással, és gyakorlatilag a kivitelezés részből finanszírozzuk a kutatásokat. A kivitelezések résznél nagyon fontos az, hogy tudjam biztosítani az ügyfelek számára azt, hogy ők, az ő rendszerük az stabil és megbízható legyen. Ezt pedig csak úgy tudtam elérni, hogy elkezdtünk 5 évvel ezelőtt kifejleszteni egy saját applikációt, amely távfelügyelet névre hallgat, ugyanis ha bármilyen probléma van, akkor automatikusan jelez. A geográfus az egy Jolly Joker. Az bárhova oda lehet tenni, a munkaerőpiac bármilyen szegmensére. Az általános képzésének köszönhetően, hogy természettudományokkal és társadalomtudományokkal egyaránt halkolja, hanem a képzés során meg kell ismerkednie, bárhová lehet helyezni, és viszonylag rövid idő alatt bele tud tanulni abba a speciális szakmába, akár egy vállalathoz kerül, akár egy önkormányzathoz, területfejlesztőnek, akár valami környezetvédelmi feladat ellátására. Diploma után pedig jelentkezhetsz a Magyar Tudományos Akadémia egyik fiatal kutatói pályázatára, így akár Kocsis Károly kezei alatt is dolgozhatsz. Tehát a földrajz szerintem egy nagyon jó alap, tehát az szerintem bárkinek nagyon jó alap. Egy jó rálátást ad a világra. Aztán, hogy utána hová fejlődik tovább az ember, az egy másik kérdés, de én azt gondolom, hogy a földrajznak eleve is nagyobb hangsúllyal szerepelnie kellene, vagy az emberek életében, mert szerintem jó alapot nyújt. A Debreceni Egyetemen lehet jelentkezni megújuló energetikus MSC képzésre, amit Csákberényi Nagy Gergelynek köszönhetően indult el, és cége jelen van a duális képzésben is. Akkor tud valaki boldog lenni, hogyha azt csinálhatja, amit szeret. És én ezt megtaláltam ebben a hivatásban, és én gyakorlatilag ezt kaptam a Debreceni Egyetemtől. Ha a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének valamelyik szakára jelentkezel, a diplomával a kezedben nem csak magabiztos és széleskörű tudásod lesz, hanem egy egészen más szemmel tekintesz majd a téged körülvevő világra. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.